Színes, friss, új és már hiba nélküli. Legalábbis ilyennek ígérik a tankönyvfejlesztők az idei tankönyveket. Befejeződött ugyanis a kísérleti tankönyvek fejlesztése. Így értelmetlen moralizáló kérdés. Az elmúlt években sokszor a fejüket fogták a szakmai szervezetek, egyik-másik könyvet egyszerűen gagyinak találták. Vannak benne új és üdvözlendő törekvések. De ezek az új és üdvözlendő törekvések a sietség miatt alacsony színvonalon valósultak meg. A tankönyvfejlesztők most azt mondják, kijavították a hibákat, és korszerű, jól használható tankönyveket kínálnak. Én abban nem mennék bele, hogy ezek közül melyik jogos és melyik jogtalan, csak azt mondanám, hogy még az erős kritikák is segítették a mi munkánkat, hiszen lehet, hogy fölhívták egy-két figyelmet arra, hogy itt és itt javítani kell. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke azt mondja, ez minden évben elhangzik, valójában mégsem változik semmi. Akkor lenne hiteles. Igazából ez egy nyilatkozat, hogyha ott állna mellette mondjuk azoknak a szakmai szervezeteknek a képviselő, akik mondjuk a történelem kapcsán, vagy akár a magyar kapcsán nagyon komoly fenntartásokat fogalmaztak meg. Az oktatási államtitkár nem csak tartalmi változtatásokat ígér, azt mondja, a tanár döntheti majd el, hogy mit tanít egy-egy tankönyvből. Ők úgy látják, hogy olyan ütemben halad az osztály, különböznek az osztályban tanulók képessége alapján, akkor el tudja dönteni azt, hogy milyen részeket vesz figyelembe hangsúlyozottabban, és milyen részeket fogja azt mondani, hogy ahelyett inkább egy új tananyagot tanítani. Idén szeptembertől a rászorulókon és a nagycsaládosokon kívül már minden alsósnak ingyenes lesz a tankönyv, így a diákok több mint kétharmadának nem kell fizetni.